Köszöntöm Önöket! Mai műsorunkban különleges személyiségekkel és nem mindennapi kihívásokkal találkozhatnak a Panorámában. Elsőként Jobágy Júlia unitárius segédlelkésszel találkozhatnak, majd György Eszterrel a Delicates divattervezőjével ismerkedhetnek meg. Végezetül pedig apai emese mesél hobbiáról, a kötésről. Tartsanak velünk! Lelkészekkel legtöbben a vasárnapi liturgia keretében találkozunk. De egy lelkész életében is léteznek hétköznapok és hétköznapi feladatok? Jobágy Júlia 2014-től a kolozsvári belvárosi unitárius templom segédlelkésze. Találkozásunk során arra kértem, hogy beszéljen hivatásáról, arról, hogy a nőként hogyan éri ezt meg, és milyen szellemben kezdte az új évet. Most pont egy olyan dologgal szórakozom, ahol összesítenem kell azt, hogy hány lelkész van az egyházban, az unitárius egyházban, és ehhez hozzátartozik az is, hogy látom, hogy 2018-at hogy kezdjük, hány férfi és hány nő van jelenleg a köreinkben, unitárius lelkész férfi vagy nő. Nagyon kezd kiegyenlítődni a vonal, és az az igazság, hogy szerintem abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy az én évfolyamomon öten voltunk, öten kezdtük és öten is végeztük el, és a hatod év végére az ötből négy lány volt, és nem igazán volt jelen a férfi dominancia, vagy a férfiaknak a jelenléte az inkább kezdett találhagyni. Kikerülve a gyülekezetbe itt Kolozsváron, amióta elvégeztem a teológiát, azóta Kolozsváron vagyok segédlelkész. Az az igazság, hogy erről, amit ugye az emberek elképzelik, hogy sztereotípia és a nőknek nagyon nehezen meg kell küzdeni a helyükért, meg harcolni kell azért, hogy elismerjék, nem igazán találkoztam. Az az igazság, hogy lehet, hogy amiatt, mert nagyváros, lehet amiatt, hogy az emberek hamarabb hozzászoktak, több nőt látnak Kolozsváron szószékeken, lehet, hogy ez is most már lassan beívódott a köztudatba, viszont nekem hál' Istennek még ezzel nem volt problémám. Tény és való az, hogy bizonyos hivatalokba, hogyha elmegyek, és azt mondom, hogy a Preot Capellán Jobágy Júlia, egy kicsit ferdén néznek, de ha van esetleg valami papírom, amivel tudom bizonyítani, akkor már teljesen rendben van, és gördülékenyebben is mennek a dolgok. Hogyha egy pillanatot kéne kiemelni a női lelkészi mi voltomból, az egy ezelőtt négy évvel történt alkalom, amikor a Magyar Unitárius Egyház kiállt a verespataki emberek mellett, és harcoltunk velük együtt a cián technológiás aranybányászás ellen. És ugye minden vasárnap tartottunk egy adventi vasárnapot Verespatakon, ahol emberek, százai jöttek ki vasárnapról délutánonként, kórusok, cserkészcsapatok, minden vasárnap megjelent egy csoport, aki esetleg kulturális műsort mutatott be, és minden alkalommal két lelkész végezte a szolgálatot, és egyik alkalommal még a teológiai hallgató voltam, és egyik alkalommal én mondhattam a prédikáció előtti imát, és ezzel én lettem az első nő, aki a verespataki szószéken prédikált. Ez a történetnek a kisebbik része, a nagyobbik részét, a nagyobbik hozadik az, hogy ráadásul egy olyan alkalommal, ami nagyon fontos volt mindannyiunk számára, és nagyon sok kolozsvári számára is, és hogy ennek végül is egy pozitív kimenete lett, és megvolt. Hát az imának, az együttlétnek, és egyáltalán a kiállásnak az eredménye, legalábbis reméljük, hogy még mindig megvan az értelme. A kihívások azok, amik motiválnak. A lelkészség, ha bár az emberek azt hiszik, hogy ez egy nagyon ódivatú, nagyon régi és jól megszabott szakma, ahol az ember fel kell,
Ugye egy ideális világban a pap az reggel felkel, megissza a kávéját, elolvassa az antivilág könyveit, és egy kis filozófiát, egy kis teológiát, és akkor egész nap azon gondolkodik. Aztán úgy kedden leül, és vasárnapig valahogy megírja az épp esendő prédikációját, és néha esket, néha keresztel, és ha épp úgy van, akkor temetési szertartást végez. Na, ez pont nem így van. De hát az ember bármennyire is így képzel el bennünket, azzal a heti egyórás munkaidőnkkel, ez egyáltalán nem így van. Én azt hiszem, és úgy, amiket úgy az ismerőseimmel való beszélgetéseim során, ez az egyik olyan szakma, ami a legtöbb kihívás elé állít, és a legtöbb lehetőséget is hozza magával. Elkezdve attól, hogy a legkisebbektől 3-4 éves bölcsődésekkel dolgozunk, elegészen 99-100-104 éves emberekig, és nem csak beszélgetünk velük, hanem különböző programokat szervezünk számukra, heti rendszerességekkel találkozunk, egész addig, hogy szociális jellegű programok, rendezvényszervezések, papírmunka is van bőven, kreatív munka, fizikai munka is nagyon sokszor adódik, tehát nem tudok gyakorlatilag egy olyan elemet kiragadni, amit azt mondanám, hogy ez úgy annyira nincs benne a lelkészségben, még ha azt is hittem, most bármilyen hihetetlen is, és lehet, hogy most ezzel lelövök egy következő poént. Most épp egy az IT-szektorhoz tartozó dologgal foglalkozunk, egy alkalmazást fejlesztek, ami úgy nem egy papi munka őszintén, és egy nagy kihívás és egy nagy érdekesség számomra most ezzel foglalkozni. Egy lelkész nagyon gyakran nem tervez, hanem úgy az élete is, és azt hiszem most már úgy mindenkinek az élete 2018-tól kezdődően, vagy már 2000-es évektől kezdődően, már nem tervezés, hanem szervezés kérdése. A borzasztó sok mindent használtunk, rengeteg mindent kipróbáltunk a kollégáimmal együtt, hogy mi az, ami működik nekünk, és határidőnaplók milliói így szét vannak szóródva az irodánkban mindig, és mindig pont az nincs meg, ami kéne. Úgyhogy tavaly óta rájöttünk, hogy számunkra az egyetlen használható és kezelhető dolog az a telefonon vezetett Google naptáros, megosztott naptár az, ami számunkra jó. Telefon mindig nálunk van, mindig jó előre be tudjuk írni a dolgainkat. Hárman van egy hármunk számára megosztott naptár, és ott látjuk, hogy ki mikor hol van, ki, mikor kire lehet számítani, és kivel lehet tervezni az adott dolgokat. Úgyhogy most már van egy nagyon szép színes 2018-as megosztott Google naptárunk, ami egyre színesebb és gazdagabb lesz. Minden évben próbáltam valami nagy gondolatot kitalálni magamnak, hogy na most ez az év az XY-nak az éve lesz, viszont egy ideje csak azt próbálom magamnak elmondani, azt hiszem, hogy na ez is az én évem lesz. Ez az idei, ez egy nagyon különleges év lesz, ugyanis az egyházunk épp a fennállásának a 450 éves évfordulóját ünnepli. A vallásszabadság kihirdetésének január 13-án lesz a 450 éves évfordulója, és ez számomra valahogy nagyon átszövi, nyilván átszövi a mindennapjainkat és a terveinket, és ez egy kicsit a szabadság és a gondolat szabadságának az éve, remélem, hogy lesz. Ezen dolgozunk, nagyon sok projektünk és személyes projektem is ehhez kötődik, úgyhogy a jelige az a szabadság lesz 2018-ban. Az erdélyi nők számára a Delikátesz név garanciát jelent. Biztosítékot arra, hogy ez a név alatt megvásárolt termék ízléses, minőségi és egyedi. A csíkszeredai divattervező páros György Eszter és Szász Emőke arra törekszik, hogy mindig összhangot teremtsen a ruha és viselője között. Mindenről és sok másról György Eszterrel beszélgettünk.
melyikkel választom, a Delicatess Accessories és a Delicatess Couture márkákat. A Delicatess Accessories-zal kezdeném, azt egy laza a hétköznapiság jellemzi, tehát a kiegészítőinket a hétköznapokra tervezzük. Egy aktív és sok mindenre nyitott kliensre gondolunk akkor, amikor tervezzük a táskáinkat, aki ha a romantikus, ha a humoros ényét szeretné előtérbe helyezni, akkor talál nálunk terméket. Ha Delicatess Couture-ről beszélek, akkor mindenképpen egy kifinomult, nőies és az önazonosságát előtérbe helyező kliensünk van, aki nem szeretné azt, hogy a nagy napon a mennyasszonyi ruhája nem a személyiségét képviselje. Delicatess Accessories-ra legfőképpen az övtáska és a hátizsák jellemző. Egy pár éve ugyanakkor megjelent a női és a férfi pénztárca, illetve van egy úgynevezett utazó hátizsákunk, ami a hosszú hétvégéknek a kiváló partnere, nagyon sokféleképpen használható és nagyon sok minden belefér. A termékeknél a praktikusság, az esztétikum ugyanolyan fontos számunkra, de a strapabíróság is egy fontos jellemzője a termékünknek. A Delicatess Couture esetén pedig a személyre szabott ruháknál mindenképpen a kliens egyénisége a fontos, és a nagyon jó minőségű anyagok használata. A nem személyre szabott ruháknál pedig a brandünk esztétikai jegyeinek a megnyilvánulásai, és ugyanakkor a nagyon jó minőségű anyaghasználat. Az egyediséget egyszer is a saját mintáinknak a használatával tudnám kiemelni, mivel ezeket a mintákat mi rajzoltuk, és számunkra nekünk gyártották le. Ezért ezeket a mintákat sehol máshol nem lehet a kereskedelemben megvásárolni, csak nálunk. Ugyanakkor a hátizsákunk dizájnja is teljesen egyedi, annak az egyik jellemzője, hogy többféleképpen viselhető, tehát viselhetjük hátizsákként vagy váltáskaként. A sportos hátizsákunk is egy nagyon közkedvelt termék. Azt is nagyon nagy méretre kibővíthetjük, de viselhetjük kisebb méretben is. Igazából inkább azt mondanám, hogy a mintáknak a bravúros együtt használata az, ami jellemzi a mi termékeinket leginkább. Tehát, hogy nagyon szeretjük kombinálni a pöttyöset a virágossal, a csíkosat a virágossal vagy a pöttyössel. Tehát, hogy inkább ez a szabadon kombinálhatóság az, ami jellemzi a mi termékeinket, nem annyira egy szín vagy mintavilág. Azt mondanám, hogy a 15 és 35 év közötti korosztály az, aki legszívesebben vásárol tőlünk, de mindenképp egy nagyon aktív életmódot élő, nagyon kíváncsi célközönségünk van, aki nagyon sok mindent visz magával egy nap folyamán, vagy nagyon sokfajta tevékenységet folytat, sportol, kirándul, lót fut egész nap, tehát hogy azt mondhatnánk, hogy egy kíváncsi és mindenre nyitott, vagy sok mindenre nyitott célközönségünk van. Mikor fogtak önök kötőtűt a kezükben utoljára? Én talán gyerekkoromban. Édesanyánk idejében mindennapos látvány volt padon ülő, horgoló, kötögető hölgyet látni. Aztán meg egyre ritkábban. Ma pedig újra a reneszánszát éli a kötés, a horgolás. Apai emese számára a kötés több, mint kikapcsolódási lehetőség. Egy olyan hobbi, ami energiát ad a mindennapokban. Buszon, váróteremben, sétatéren és otthon is egyaránt szívesen előveszi a kötőtűit, hogy valami egyedi, különleges darabot alkosson. Na
nekem mindig valamilyen szinten az életem része volt a kötés, mert tehát úgy érzem, hogy amióta emlékezni tudok, a körülöttem voltak olyan emberek, akik kötöttek és horgoltak. Édesanyám például vart, a néni, aki vigyázott rám, az rendelésre kötött, nagymamám pedig nagyon szeretett horgolni. Nagynéném ő pénzért hímzett, tehát ő ezzel foglalkozott a falun lakik, és ezzel egészítette ki úgymond a kollektíves munkáját télen hímzett. Tehát, hogy valamilyen szinten ezeket így magamba szívtam gyerekkoromban. És megtanultam, tehát nem emlékszem így pontosan, hogy kitől, mit, de úgy egyszerűen csak elkezdtem én is csinálni ezeket, és nagyon-nagyon szerettem bele mélyedni ez a kézimunkákba. És azt hiszem, hogy igazából az nálam úgy kezdődött, hogy kényszer volt, mert semmi nem tetszett, ami nekem volt, vagy nem tetszett, amit vásárolni lehetett, és akkor egyszerűen elkezdtem a tudásomat ilyen irányba fejleszteni, és kísérletezni, mert nagyon szeretem az ilyen technikai megoldásokat kitalálni, kikísérletezni, és akkor így elég sokat bibelődtem a kötéssel is például. A kötés, ez olyan, hogy vannak periódusok télen például, szinte mindig van a táskámban egy kötés, és azt kihasználom az alkalmat, hogyha várnom kell valahol, vagy buszozok, vagy az orvosi rendelőben, vagy például most szilveszter elutaztam a hegyekbe, és december elején is voltam egyet kirándulni. Mindig az volt a legnagyobb téma, hogy akkor most elég fonalat raktam be, melyik fonalat, nehogy azt a fonalat otthon hagy, tehát hogy így a fonal csomagolás volt a legfontosabb az egészben. Tehát igen, azt hiszem, hogy nagyon szeretem ezzel a tevékenységgel megtölteni az ilyen holt időket. Például az is mindig az eszembe van, mikor látom, hogy az emberek kimennek cigizni valahol, hogy számomra ez olyan, mint a cigizés is, tehát tehát nem vagyok ott, mert hogy nagyon sok olyan kötés van, amit csak úgy nem kell számolni, nem kell odafigyelni, tehát sokszor filmet nézek, barátokkal vagyok, tehát nem igényel teljes embert, és levezeti a feszültséget is. Ez egy olyan kifejezési forma, amit szerintem bárki, aki szeret kézműveskedéssel foglalkozni. Tehát voltam Svédországban egy múzeumban, és egy kortárs múzeumban, és volt egy ilyen plakát, hogy mindenkinek joga van valahol lakni, dolgozni, és egy hobbihoz. És érzem ennek a súlyát. Tehát, hogy nekem például van egy csomó, nagyon elég sok hobbim van, és nagyon tudok örülni, mikor időt szakítok ezekre a hobbikra, és úgy érzem, hogy a mindennapok munkáját például sokszor ebből merítem, hogy időt szakítok a hobbiaimnak, mert hogyha elcsúszunk egy irányba, a sok munka és tehát a prioritásaink megváltoznak, és egyszerűen futunk egy olyan kerékben, amiből nincs megállás. Tehát ez a hobbi, ez egy olyan eszköz, ami így leállít, és akkor magadba fordulsz, figyelsz magadra, az érzéseidre, mi fontos, és alkotsz valamit, ami a tiéd, ami csak a tiéd.
és ezért úgy érzem, hogy ez egy ilyen nagyon jó, jó túlélési forma a hobbi mostani rohanó világban. Most már kezd az igényesség, úgy érzem, az igényesség újraéledni. Az, hogy megveszünk egy kézzel kötött egyedi darabot, vagy megkészítjük azt, és hogy annak milyen értéke van. Az mennyi időbe telik, milyen anyagot használsz. Tehát így egyszerűen az egyedi daraboknak van most nagy keletje. És most így nem azzal kapcsolják össze, hogy mikor meglátnak valakit kötni, horgolni, hogy ó, szegény, meg kell kösse magának, mert nem tudja megvásárolni, hanem most már így elég menőnek számít, hogyha valaki előszedi a kötést, horgolást, és így, tehát én tapasztalatból beszélek, hogy így mindenki rákattam, hogy jaj, akkor engem megtanítasz kötni, én is szeretnék ilyen horgolni, vagy nekem is készítesz egy olyan sapkát, tehát így elég jó érzés és motiváló is tud lenni ez. Köszönöm figyelmüket! Találkozunk jövő héten csütörtökön este 8 órától itt az Erdélyi Magyar Televízióban. Viszontlátásra! Köszönet a Beautica, La Majol és a Crazy Stúdiónak. Thank you.